Amikor először láttam annak idején a Jobb Lázadás című filmet, akkor elég fiatal voltam és nagyon szerettem, nagyon szép és jó filmet tartottam. És most, amikor másodszor néztem meg, akkor már ez annyival gazdagodott, hogy azóta én is rabbiként működöm, és a Jobb történettel nagyon sokszor találkoztam, és a Jobb történetnek az értelmezésével is. Ebben a filmben egy olyan valakiről beszélünk Jobb személyében, akinek a történetét, a korábbi fájdalmait, hanem a zsidóságából fakadó fájdalmait is megnézhetjük. Olyan döntéseket látunk, amit nem mint zsidó, hanem mint egyszerűen ember hoz meg, és egy olyan döntést is láthatunk, ami azt mutatja a keresztény kisfiúnak az örökbefogadása, hogy ő talán nem is a zsidóságát akarta megőrizni, hanem az emberi mi voltát. És ha ezt az olvasatát nézzük, akkor szerintem nincs olyan kor, nincs olyan időszak, amikor ne lenne vagy ne lehetne aktualitása.